pedig a lángfestésnek a kísérlete lesz. Ha ráérünk egy pillanatra a periódusos rendszerre, főleg 8. osztály, ami most fog éppen következni, az alkáli fémek és az alkáli földfémek. Tehát a két zöld oszlop, amit ott láthatsz a hidrogén kivételével, azok nagyon szépségesre tudják festeni rá. Mindenki látott már tűzi játékot. Ilyet most nem csinálunk. Csak egy gázégbűnök a lángjánál fogunk ezeket kipróbálni. De otthon is mindenki tapasztalhatta már ezt a jelenséget, hogyha például a gáztűzhelynek a lángjába só kerül, konyhasó. Milyen színű lett a lángja? Zöld. A só kerül bele. Akkor kárgy feladat lesz kipróbálni. Sárga. A só, konyhasó, nátrium klorid, mint azt kiválóan tudja a 8. osztály. És a nátriumnak a lángfestése sárga. Ennek a jelenségnek a magyarázata nagyon röviden, mindössze annyi, hogy az alkáli fémek, alkáli földfémek beégették elektronjai, egy vagy kettő van belőle. Például hő hatására, tehát hogyha plusz energiát kapnak kívülről valahonnan, nagyon könnyen gerjesztődnek, úgy nevezik ezt a jelenséget, hogy gerjesztés. És az eredeti helyükről, arról az elektron pályáról magasabb atommagtól távolabb elektron pályára ugranak. Ez az állapot persze nem tart sokáig, amint leesik, visszatérnek az alacsonyabb energiaszintű atommaghoz közelebb elektron pályára, és közben ezt a plusz energiát valamilyen fény formájában kisugározzák. Ennek más-más színe van, nagyon-nagyon jellemző az illető alkáli fémre, ezért például ezeket akár még lángfestés alapján is meg lehet különböztetni vegyületeiben. A kísérletnek a menete a következő lesz, mondjuk különféle alkáli fém és alkáli földfém só. Ezeket fém égető tanárba teszem, és akkor gázégőnek a lángjába fogom tenni ezt az égető kanalat, és akkor tessék megfigyelni, milyen színűre színezi a lángot. Ehhez szerintem csináljunk egy kicsit sötétet. Első ilyen pedig az egy lítium karbonát, tehát a lítiumnak egy területe. Mindenki mondhatja, hogy milyen színűnek látja. Melyik vöröshöz hasonlít, tehát úgy szokták nevezni, hogy fény a vörös. Hát a tűzi játékban ilyet látunk, esetleg azt is gondolhatjuk, hogy ez a vegyület test ilyen színűről látunk olyan, hogy lépjük a következőt. Kalcium. Thank you.
Tehát látni a tárgy is. Ötödik van egy munkakárnyokor is. Hát ez nem nagyon látszik. Még diákkoromban én is csak úgy tudtam megnézni, hogy egy ibolyagyira színű, hogy kobalt üvegen keresztül lehetett csatárni az ő saját színét, mert annyira ibolyaszínű, hogy magának az égető kanálnak a tanárba is megszínezi a lábot, és elmenni azt a ibolyaszínű. Ibolyaszínű. Kobalt üveg egyébként szerintem mindenki látott már olyat. Ez a nagyon sötét ibolyaszínű üveg, ami ilyen pinces vázát szoktak csinálni. A üvegedényeket, az a kobalt üveg. A nagyon jó kitűri a sárga szín, és csak a villan megy át rajta, hogy át egy át, olyankor lehet jól megfigyelni, hogy kárnyomnak a liba színét. Utolsó anyagunk, az pedig a rézklorid. A réz az ugyan nem alkáli fény és nem alkáli külött fény, viszont a réz egyébként is nagyon szépen meg. A réz is nagyon szépen meg tudja színezni a lábot, még tükséget megy utoljára. Tehát meg ilyen kékes szín is jelenik be. Szinte a kanál is ízik. Ennyi volt a lányvetéses kísérlet.